Elvárásaidat lehetettem béletnek hívni, mert sokkal rövidebb. Jöttem egy ilyen szájt színálni cégtől, és a kriptopóni megüléséről fogok írni. Én amúgy rendszerekben keresek sérülékenységet napközben ez a munkám, és ezért bíznak meg egyre bankoknak hasonló cégek. Viszont a szakmáknak van egy ilyen munkán kívüli része is, amikor hirdetünk versenyeket, és hasonlóan az Oscarhoz, nekünk van a Pawnee, azért mert a PW, ez a gémeres írása az UW-nek, amikor Omnos valaki, de olyan gyönyörűen megalázott. És a Pawnee Awards olyan, mint az Oscarokban is, hogy különböző kategóriában vannak, és már a jelölés ténye is egy csomószor már majdnem annyit ér, mint a nyeremény. Több kategória van, például a Lamest Vendor Response-ba tavaly a T-Systems BKK páros is bejutott, de sajnos elvesztették, de szerencsére osztrák-magyar vonatnyelven öntolott a dolog, mert végül az osztrák T-Systems nyelven a Twitteren próbálták bizonyítani, hogy nem gátlasz, ha jelsz magad plaintextben tárolni. Én most a kriptográfia kategóriában mutatom be a győztesek, ez is elhűzve, hogy a kriptó az nem jön a cryptocurrency, mert egy gyönyörű világot. Amiről sokan hallottak, az e-fail, ez mondhatjuk, hogy a PGP-ről és az S-mine-ról szólt, hogy gyakorlatilag ezzel le is írtuk az összes elterjedt e-mail titkosítási módszer. Az a baj, hogy mind a kettő megoldás ilyen nagyon más irányban indult, az egyik inkább enterprise-os, ahol másik ilyen elosztottabb, de mind a kettő szenved attól, hogy jaj, legyen 25 féle tekerek, amit lehet állítgatni, meg feature-öket ki bekapcsolgatni, meg nem mindenkinek kell implementálni a mindent, és a vége az lett, hogy ha kellően sokat kerül technológiákat, például kitaláljuk, hogy lehet se HTML-t rakni levelekbe, sőt, futtathasson JavaScript-et is, ugye most a Gmail próbál egy ilyet külrán kerületetni, meg ilyen jó. Ebből kijönnek ilyen vicces sérülékenység, tehát hogy nem a PGP-vel volt baj, és nem az S-mine-val közvetlenül, hanem az implementációk voltak rosszak, de azért szokott ez úgy lenni, hogy egy szabvány annyira rossz, hogy az, ha implementálod, azt szinte biztosan el fogod rontani. Aztán jöttek az iótások, amik az ő magyar nyelv adja magát, hogy mindig csak iótáknak hívjuk őket. Ezek a kriptokárenciseknek az értelmi képességről, a többségről szerintem már meglehet a véleményetek. A kriptográfia nem nagyon értenek, és az ő esetben is arról az, hogy kitalálták, hogy nem binárisak, hogy ternárisban fognak számolni, hármas számrendszerben. Az okokat sokan keresik, végül legtöbben arra jutottak, hogy igen, a cég, aki így gyártja, annak mellesen van egy ternáris processzor, és is lehet, hogy van egy megoldás, ami az nagyon keresik a problémát dologában. És hát itt megszűnjük, hogy, tehát, hogy lehet azt mondani, hogy félek az SSL-nek TLS-ben, mert azt már sokat föltörték. Igen, olyan emberek, akik cutting-es kutatást végeznek, ezt meg olyanok törik föl, akik egy másodéves egyetemistának a tudásával rendelkeznek matematikából, borzasztó. És akkor van a crack, ami a VPA2-ben van, ami eddig sokan úgy gondoltak, hogy szóval egész jól össze lett rakva már így a web meg a VPA-i tanulsági alapján. Az a baj, hogy van kriptográfia, sokszor azt lehet nevezett nullszakat, ami a number used once-nak a rövidítése. Nem érdés belőle, hogy soha ne használt kétszer. Nekik sikerül. Tehát, hogy amikor elkezdesz írni egy szabályt, és elgondolkozom azon, hogy igen, VP-ről van szó, a rádiójeleket sokszor rokkodom, főleg a kettő részén kiválasztásában, amit minden eszköz használ, mikrosütő, videótelefon, stb. És hát ők beleadtak, hogy jó, ha megszakad a kapcsolat, minden gyorsabban felépülhessen újra, és hogy sikerült kihagyni belőle egy helyen, hogy kötelezzék az implementáló eszközöket arra, hogy ne lehessen újra használni egy kulcsot, lehet innentől borul is a történet, borzasztó, de lehet barátilag. Na és itt van, amit mondtam neked, a YubiKey-vel kapcsolatos dolog. Azt kell tudni, hogy véletlenül számot generál egy YubiKey, gyakorlatilag ezeket mind eltörte, mert úgy Észtországot. Tehát, hogy ott az összes, tehát mindig mondják, hogy Észtország milyen mennyire az igazolnak dologban, van mindenkinek kripto kulcsa, és hát mindegyikben gyakorlatilag a kutatók több más keresek azt próbálták megnézni, hogy hogyan lehet fingerprintelni egy publikus kulcs alapja, ami mi generálta, ezért elkezdtek mintákat keresni, és találtak egy sokkal durvább dolgot, hogy gyakorlatilag ha tudod, hogy mit kell csinálni, akkor egyszerűen észtanszokon föl tudod skálázni, hogy valami gyorsan megtalálják kulcsokat. És az a baj, ez nagyon sok egy kísérteni fog minket, tehát ezért most egy vicces hiba, és még 20 évig az lesz, hogy az összes perpesztnél megnézzük, hogy és ezt a kulcsot nem ezzel generálták, mert a random generátor nehéz megmondani, hogy mikor írtál jót. Tehát azt be tudjuk bizonyítani, hogy rosszat írtál, azt, hogy jót, ez nagyon nehéz. És ha nem elég random, akkor már is ki tudja találni, hogy gondoltál. A robot azért érdekes retro, ugyanis Blackenbacher találta ki azt, és sokan mondják, hogy kriptóban mit lehet támadni. Hát van egy szöveg, amit titkosítottam, és majd meg tudom-e fejteni, hogy mi a bemenet egy szöveg. De ennél sokkal többről szól a kriptográfia. Blackenbacher támadása esetén 98-ban publikált ezt, azt mondja, hogy
folyamatosan tudok a rendszernek beküldeni a cipher texteket, tehát titkosított kriptogramokat, és a rendszer valahogy reagál rá. És a reakcióiból igazából oracle-t csinálunk, ugye ezt magyarul is a számítástudomány oracle néven ismerő, egy rendszernek a válaszából mondjuk egy bit információt meg tudok szerezni, mert másképp reagál, ha másképp romlik el. És az a vicces, hogy kiderült, hogy ezt a TLS is tartalmazza, mert eddig azt mondjuk, hogy csak SSL-ben működik, ugye SSL-ben nem most zárt eredetileg, azonban egy kiderült, TLS is működik, és ezek az eszközök mind sajnos támadhatók is voltak ezzel. Ismét csak azt mondjuk, hogy az RSA titkosítás az egy nagyon rossz dolog. Tehát, hogy adja magát, hogyha nekem van egy unikus kulcsom, azzal tudok titkosítani, de nem ez egy rossz ötlet. Ezért is jó, hogy a TLS 1.3-ban nincsen semmi olyan megoldásra az RSA titkosításra lehet használni. És hát mit lehet levonni abból, amit itt megpróbáltam nektek összefoglalni az indulókra, mert ők voltak a jelöltek a tavalyi díjra. Nagyon erős volt a mezőny. Sajnos a kriptográfia ez bonyolult. Tehát nem az a fajta dolog, ahol egyszerűen meglátod, hogy a rossz ötlet. Egy funkcionális résznél, ha nem működik a rendszer, látod, hogy nem működik és kiavítod. Kriptográfia előtt az valami, ugyanúgy egy random-szerű valami jön ki a végén, és ugyanúgy visszakapod belőle a plaintextet, csak lehet, hogy egy olyan ember, akinek nem kéne, az is vissza tudja fejteni belőle a plaintextet. Úgyhogy én mindenkinek azt mondom javasolni, hogyha valahol olyan feladattal találtunk fejlesztőt, üzemeltetőként, ahol kriptográfiát kell csinálni, válaszol egy olyan könyvtár ködadírszódiumot, ami nincsenek tekerékük, nem kell paramétereket kitalálni, mert onnantól, hogy a fejlesztő kezébe adsz olyan gombokat, amikről nem tudja, és nem is kéne, hogy tudja, hogy mit csinálnak, onnantól elkezdesz tekergetni, hiszen a Stack Overflow-n azt írták. Legyünk szkeptikusak ezért, gondolkodjuk, és egy sokszor átmondod logikusan a dolgot, akkor nehéz elrontani. Köszönöm, hogy meghallgattad. Akkor dobjam ki a Yubikey-jelet? Kérdés, dobjam ki a Yubikey-jelet, hogyha abban az időtartamban vagy gyártva, akkor előfordulhat, de nem egyébként magát a Yubikey-t nem kell kidobni, mert szerintem csak a kulcsgenerálási algoritmus volt rossz. Tehát mondjuk olyan Yubikey-t, amire mondjuk lehet szoftvert frissíteni rajta, vagy utólag tudsz rátolni kívül generált kulcs. Tehát csomóan azt mondják, Yubikey-n kívül is már korábban is, hogyha neked van egy kripto partnered, aminek az a lényeg, hogy a kulcsot soha nem adja ki magából, ugye elvégzi a műveletet egy neki adott adatot, mondjuk feloldja a titkosítást, de a kulcsot nem adja ki magából, és ez ugye azért jó, mert tudod, hogy amíg fizikailag nálam van az eszköz, addig a kulcs is nálam van, tehát el lehet tőlem lopni, de nincs olyan, hogy nálam is van az eszköz, de a kulcs valaki másnál is megvan és használja. Tehát egy ilyen letagadhatatlanságot ad, ugye azért adják ki ilyen is az ilyen fokozott biztonságúból és egyéb tanúsítványokat, például e-személy is ilyen. De ez nem jelenti azt, hogy én meggenerálhatnék ide kéne egy kulcsot és töltöm rá, hogy az soha többet nem adja ki, de megvan a lehetőség, hogy te adj be kulcsot, ami azért jó, mert akkor egy ismert jó környezetben generál a kulcsot, mondjuk stabil library-kel, és nem az van, hogy bízom én azokban a villamos mérnökökben, akik azt a célhardware-t építették, hogy vajon, tehát hardware az egy nagyon csúnya dolog, nem tudjuk annyira jól aditálni, mint a software. És a kriptozár az egy lapáta, mert eleve problémán is néz megoldani. És te kínálsz megoldásokat, vagy csak analizálod a hibákat? Kínálok egy megoldásokat, hogy analizálom. Amikor minket felkérnek arra, hogy nézzük meg, hogy egy rendszer jó vagy rossz, mi, ha valami rossz, akkor megállapítjuk, hogy mi rossz, és szerintük hogyan kéne javítani. De mivel általában ezek komplexebb rendszerek, ezért mi javaslatot teszünk, de nem mi javítjuk ki a hibát, mert általában akik azzal a rendszerrel dolgozottak, viszont sokkal jobban értenek hozzá. Tehát mi tehetünk javaslatokat, és szerintünk mondjuk egy vagy két fel módon meg lehet oldani, de nem vagyunk elég kompetensek ahhoz, hogy egy bonyolult rendszerbe megoldást adjunk. Milyen is lenne valaki kívülről bejön és beleír a forráskód bázisunkban. Nyilván, hogyha annyiról van szó, hogy át kell írni egy truth false-ra, akkor azt odaírjuk, hogy nézzétek ebben a sorba át kell írni a truth false-ra, de nem mi fogjuk átírni a saját kicsit kezünkben. És mi a különbség közted és egy pár között? Amit én sem, az legyen is. Sőt, még térben is időzősebb határon van egy szerződésem, abban benne van, hogy mettől meddig lehet csinálni, és melyik rendszeren lehet csinálni, bár amelyik tengelyen elmozdulok, akkor azonnantól illegális régen mérték a 300 cég volt, most nem tudom, hogy hívják, szemtelens technikai rendszer véleményt, szóval technikai készítésnek kérdése. Igen, ez a pontos jogszabály. Ezért is nem szeretem az etikát bele kell venni. Tehát az etikus, és nem folytatom, ez egy borzasztó kifejezés erre, mert az etikát semmi köze, ez legalitáshoz van köze. Van jó, hogy rendszerrel van, amit csinálni, hogy nincs. Ennyi. Még kérdés? Hogyha egy
ilyen fizikai kulcson lehet frissíteni a rajtfeliratot, akkor, hogyha nem ezzel alszol rá, kötve a kezedre, akkor honnan tudod, hogy ez nem történt meg valamikor? Hogy azt mondod, hogy szoftver frissítésen keresztül nem nyúlható el belőle adat? Ez általában úgy szokott lenni, hogy vagy az van, hogy az update az egy aláírt folyamat, tehát hogy csak az eredeti szerződőjét tudod rátölteni, és vagy az is szokott lenni, attól függően, hogy milyen gyártó és milyen biztonsági kategória az eszköz, hogy mondjuk a frissítés folyamata visszavonhatatlanul egy törlést hoz magával, tehát frissíted a szoftvert, a kulcstár azonnal törlődik. Tehát ez igen, ez egy ilyen játék, sőt mondjuk poszterminálnál azért már előbb az, hogy megmondod az eszközt, az is az lehet, hogy azonnal törli, és figyel arra, hogy ügyességben hogy változik, de hogy mondjuk elkezd lehűteni, hogyha elveszem az áramot, akkor még egy ideig megmaradjon a RAM-ban. Tehát ez egy ilyen nagyon csúnya, ingoványos terület, de erre azért figyelnek, hogy ne lesen ennyire egyszerűen dolgozni belőle a titkokat. Tehát hogy ami ebben benne van, az maradjon is benne. Igen? Ez jó ügyvörgyezet. Hekkelést, ez mennyire veti vissza a hekkelést tudatását? Mennyire veti vissza a hekkelést tudatását, hogy tiltják? Attól, hogy mit tiltanak. Tehát például a magyar szabályozás az eléggé szabad, mert azt mondja, hogy ami a sajátod, azt nyugodtan hekkelni, hiszen magadnak engedélyt tudsz adni rá, vannak direkt ilyen letölthető disztrók, például Damn Vulnerable Linux, meg Metasploitable, ez a két Linux disztró, felrakod egy VM-be és pedig van direkt sebezhető szolgáltatásokkal, hogy gyakorolhass rajta, saját környezetet, saját gépet, mint a lockpickerek, és saját zárat nyugodtan lehet mindig törni. Ami már problémásabb azok a szerzőjogi törvények, amik például úgy próbálják elfolytani, hogy nem tilthatja neked egy bizonyos ország, hogy Egyesült Államokban egy gyártó, hogy ő az, hogy az ő szoftverét el kell szétszedni, ugye a saját gépeden futtatva, de hogy mondjuk az Oracle szereti ezt hangozhatni, hogy tiltja a reverse engineering, tehát hogy valaki a binárisban megpróbálja visszafejteni a működést, az alapján hibát találja benne. Ez már egy problémásabb dolog, mert attól, hogy megtiltjuk valaminek a kutatását, azzal csak azt érjük el, hogy azok fognak csak kutatni, akiknek a legalitás nem egy fontos kérdés, mert mondjuk mert amire fel fogják használni az információt, az egy legális dolog. Tehát ez a betoljuk a szőnyeg alá, és akkor majd nem látjuk, akkor nem létezik. Mi a legjobb megoldás szerinted most, amikor egy jelszóni kiváltására? Mi a legjobb megoldás jelszóni kiváltására? Szerintem ez a YubiKey például egy elég jó dolog, mert most van ez a WebAuthn protokoll, amivel browser függetlenül megoldható az, hogy egy tisztességes kriptográfiai eljárással azonosítsa magát valaki egy weboldalon, tehát ne az legyen, hogy van egy újrajátszható jelszó, hanem még a browser kompromitáció esetén se lehessen visszaélni az adatokkal. Ezt például szerintem egy tök jó dolog, pedig GitHub már támogatja, az lenne, hogyha minél több szoftver támogatná. Például nem akarsz célhardware-t venni, például van a Krypton nevű ingyenes alkalmazás, leszedett, és akkor a mobilodon lévő androidos vagy iOS-es célhardware használja, hogy az legyen a kulcs, belépsz a gépet a GitHub-ba, kapsz egy push notit, hogy engedd a belépés, nyomsz igent, és gépben nem belép, és Firefox-ba próba lehet teremteni kiegészítőket el. Még hardware se kell lenni, ki akarod próbálni ezt az életérzést. Csak gondolom, hogy a mobiltelefon kompromitálás esetében ez. Hát erről szól a két faktor, hogy lehet felvegyen a számítógépet és a tehát, hogy mondjuk ezt kombináltad az, hogy a gépen írtál be egy jelszót, telefonoddal pedig a WebAuthn-t elfogadj. Tehát az már jó kérdés, hogy a WebAuthn-t egyetlen faktornak használod, vagy egy felhasználó jelszót mellé második faktor. Tehát ez már lehet bőven tudunk volni bárhogy. De ez egy jó kész megoldás. Aztán, hogy ezt hogyan bűnölöd még meg, az egy implementáció videó. A lényeg az, hogy megvan egy protokoll rá, amit tudnak a böngészők, és weboldalak is implementálhatnak. Ez szerintem már fontos egy ilyen ökoszisztéma kialakulásához. Jó, akkor átadom a mikrofont. Köszönöm szépen!